Meg vagyok róla győződve, a templom építése előzményekor, illetve az előkészítésekor is már Istennek egy nagyobb kegyelme fog kiáradni a világra, annak ellenére, hogy ekkor még az Antikrisztus jó fiú lesz. Tehát ő egy nem gonosz emberként fogja kezdeni a pályafutását. Ez egy rejtettség, rejtett marad nála. Hát nyilvánvalóan, hogyha egyből rossz fiúként kezdené a pályafutását, akkor ez se a szövetségkötésre, se a templom építésére, semmire nem került volna sor. Meg hogyan szerezték volna meg, hogyan tudná megszerezni az embereknek az imádását, hogyha eleve egy ilyen sátáni farokkal jönne, sátáni szarval, és vasvillával, és mondaná az embereknek, na most fölkoncollak, rátok hozom a harmadik világháborút, atomvilágháború, atomháború lesz, stb. Nyilvánvalóan az emberek elfordulnának, és több profécia mondja. Ez egy rendkívül sikeres politikai vezető lesz, elhozza az emberek számára a jólétet, rengeteg problémát fog megoldani a világban, nagyon sokat. Az emberek rajonganak érte, talán soha nem volt a történelemben olyan politikai vezető, akinek ekkora lesz majd a kultusza. Ugye egy rossz ember nem tud megtéveszteni embert. Tehát itt beszélnek megosztó emberekről, mert azokból nem lesz Antikrisztus. A világ nem fogja, nincs olyan politikai vezető ma, akit a világ imádna. Néha mondják, hogy az Orbán Viktor a kis szarv. Hülyeség. Ne. A másik, hogy létre fogja hozni a béke és biztonság, nem csak meghirdeti, hanem valóságosan világbékét fog létrehozni. Az emberek úgy érzik, hogy biztonságban fognak élni. A jólét, az életminőségük látványosan fog javulni. Rendkívül sok problémát meg fog oldani. Sőt, úgy tűnik, hogy megoldja a palesztin-izraeli problémát, konfliktust.